Köszöntöm a Nagykörút nézőjét. Milyen nomo Esztász Gábor Dombóvári, azaz a nevem Dombóvári Gábor, de hogy miért is mondtam mindezt eszperantó nyelven, azt is elárulom, ugyanis minden évben február elején van a civilek, a civil szervezetek világnapja, és talán nem mindenki tudja, hogy az Eszperantó Szövetség is egy civil szervezet. No, egyfelől ezért, másfelől pedig azért, mert az eszperantó nyelvről nem tudunk valami nagyon sokat. Hát most majd több is kiderül, mert nem sokára itt lesz a stúdióban Szilvási László, az Eszperantó Központ vezetője. Aztán hihetetlen produkciók a levegőben, félelmetes mutatványok, légtorna világbajnokság a fővárosi nagycirkuszban. Vendégünk Vince Tünde, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. És a lehetetlent is megpróbálom, mondja Pleszkán Écska, aki még álmában is hiperaktív, hiszen egy személyben bábkészítő, énekes, zenész, képzőművész és barlangász. Ő is itt lesz. Kezdünk! Na, Bonantágon! Bonantágon! Vagyis jó napot kívánok! Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy bemutatkozással kéne kezdeni. Milyen nomo Esztász Dombóvári Gábor? Ó, oh, perfekte! Milyen nomo Esztász László Szilvási? Akkor szépen bemutatkoztunk, hogy az én nevem ez az. Na most, hogyha egy kicsit elgondolkozunk mindössze ezen a néhány szón, hát az, hogy ném, nomo, vagy nem tudom, hát az Esztász az más, az nyilván az íz angolul, tehát hogy van. És mi a máj, hogyha akarom, hasonlítani tudom ezeket a szavakat akár a némethez, akár az angolhoz, vagy akár a latin nyelvcsaládokhoz. Vagy a spanyolhoz, vagy az olaszhoz. Vagy a románhoz. És érdekes, hogy nagyon sok szó visszaköszön belőle, tehát az eszperantóban nagyon sok a úgynevezett idegen szavak szótárából átvettelem, hogy gyakorlatilag az nem onnan vettük át, vagy nem a spanyolból, hanem az eszperantó a latinon alapszik, a latin szógyökökhöz nyúl vissza, és ettől olyan ismerős, mert már egyes nyelvek is abból merítettek. Na most az, hogy eszperantó, ezt nagyon sokan kérdezték, amikor kollégáimmal beszélgettem, és mondtam, hogy itt szóba kerül az eszperantó nyelv, és akkor egyáltalán miért eszperantó? Na most igaz az, hogy ez úgy indult, és azért lett eszperantó, hogy a reménybeli doktor? Hogy doktoró eszperantó, vagy valami ilyesmit olvastam én? Igen, illetve ez úgy indult, hogy annak idején, ugye a 19. századnak a végén elég erős nemzeti konfliktusok voltak, és annak idején a mai Lengyelország északi részén, Bialystok környékén, ott négy nemzetiség is lakott, tehát a németek, zsidók, lengyelek és oroszok, hiszen akkor tehát orosz birodalomnak a része volt. Nagyon sok konfliktus volt a egyes városrészek között, és többekbe fölmerült, hogy azért, mert nem értik meg egymást. Hogyha tudnának egymással kommunikálni, el tudna tűnni a problémák, de egymás nyelvét nem nagyon beszélték. És innen jött az ötlet, ha volna egy olyan nyelv, amelyik egyiknek sem a nyelve, vagyis mégis mindenki nyugodtan tudna beszélni rajta mindenki, nem volna az, hogy ez az én nyelvem és nem a tiéd, diszkriminációmentesen, és innen indult a remény, hogy reméljük, hogy a közös nyelvvel a megértést lehet fokozni, csökkenteni a problémákat. Na most mi szépen el tudnánk itt még beszélgetni, hogyha én is tudnék eszperantóról a néhány szón vagy mondaton kívül többet, de hallgassuk meg azt, hogy egyáltalán például dalban hogy hangzik ez. Figyeljünk csak! Credo mi che mine vola splendid una mar mi atre bona vidas che mancas la chial mult foie dirus mi che en mia problem sed ege timas vin provia mis compren. Hát gondoltam, így egy kicsit kis képzavarral lekeverjük. Hát hogyha ez egy ilyen vetélkedő lenne, talán feltehetném a kérdést, hogy ki énekel, de hát inkább áruljuk el, Kon Zsuzsa eszperantól. Hogy sikerült ezt a felvételt megcsinálni annak idején? 1983-ban itt volt Budapesten az Eszperantó Világkongresszus. És az erre való felkészülés során elég sok minden történt, színházi fesztivál volt, koncertek voltak, és ennek kapcsán keresték meg annak idején Kon Zsuzsát és a felvételre, aki fel is énekelte annak idején a számot a stúdióban. Egyszer-kétszer le is ment ugye a kongresszus kapcsán abban az időben, aztán sajnos a felvétel elveszett.
De hát szerencsére megtalálták. Sokáig hallódott, igen, még végül 20-valahány év után újra előkerült a örömünknek. Én beszéltem vele, neki se volt meg, Zsuzsának se. Na hát akkor ennyit a dalról, és akkor egy picit mielőtt még visszatérnénk az eszperantó nyelvre. Tulajdonképpen az is apropója a mi beszélgetésünknek, hogy ilyenkor február elején van a civilek világnapja. Természetesen ilyenkor szóba jönnek a civil szervezetek, és önök is civil szervezetként működnek, vagy legalábbis az Eszperantok Szövetségnek ez a része. Hogy működik ez, hogy történik? Az az igazság, hogy az Eszperantó mögött nincs egy önálló ország. Tehát nem úgy van, mint a németek, angolok, franciák, stb. Tehát ki a saját nyelvét tudja fejleszteni. Az Eszperantó mögött nincs ország, tehát attól, hogy ez működik, az igaziból egy non-profit mozgalomnak köszönhető. Ezt anyagi érdekeltség nélkül az egész világon civil szervezetek tartják fenn és működtetik. Ugye mert nem elég a nyelvet egyszer létrehozni, ahhoz az ember használni tudja, azt valamilyen módon ki kell szolgálni. Könyvekkel lennek, zene, CD, filmek, koncertek, fesztiválok. És oktatás. És oktatás, de ezt valakinek működtetni kell. És ezt a működtetést végzik a civil szervezetek, így Magyarországon is. Mi az Eszperantó Alapítvány keretében dolgozunk, illetve van tucatnyi egyesület formában működő szervezet, akik az eszperantóért tevékenykednek. Regionális, szakmai, országos. Adományokból, miből? Is. Pályázatok? Is. Tehát a hagyományos civil probléma, hogy oké, működnénk, de miből? Ugye a normál tagdíjakon kívül pályázatok, személyi támogatások, illetve a oktatás az, amelyik többé-kevésbé most rásegít arra, hogy a alapcélokat el lehessen érni. Amikor 904-5-ben, nem tudom, amikor az első világkongresszus volt, akkor hol tartott az eszperantó nyelv? Nyilvánvalóan már sokan igényelték, hogy éppen egy világkongresszus volt. Igen. Franciaországban. Franciaországban volt, Boulogne-sur-Mer-ben, a dolog azért érdekes, mert ugye eleinte kérdés volt, hogy az eszperantó egyáltalán használható-e? Tehát lehet-e rajta beszélni, működik-e, vagy csak papírral létezik, hiszen korábban volt már egy nagy csomó olyan próbálkozás a világnyelvek, mint a volapük meg a hasonló, amikről kiderült, hogy szép-szép papíron van, de valójában nem. Most 1905-ben, ugye a nyelv létrehozása után 15-18 évvel volt az első ilyen nagy találkozó, amikor kiderült, hogy nagyon jól működik minden. Igaz, hogy nem volt még akkor lefordítva Shakespeare eszperantóra, de már nagyon sok minden volt, és kiderült, hogy igen, nem csak kommunikálni lehet, nem csak zenélni lehet, hanem igaziból élőbe lehet használni a nyelvet. Tulajdonképpen, aki kitalálta, az előbb nagyjából említette, hogy miért találta ki, az ő nevét tudják, aztán akik az eszperantó mozgalomban részt vettek, a követői, az már nem annyira, szóval hol kezdett ez leghamarabb elterjedni? Mármint Lengyelországon kívül, vagy Európán kívül. Nem tudom, hogy nem tudják-e a követőit. Mondjuk tény, hogy mindenkit nem lehet azért megismerni, hiszen azóta rengeteg idő eltelt, de ma is, hogy mondjam, 500 ezer és 2 millió közé teszik azoknak a számát, akik eszperantul beszélnek a világon. Igen. Tehát, hogy ez kellően sok, itt név szerint nem mindenki lehet. Na persze, lehet. Hát na. De azért sokan voltak, akik az eszperantú mellett álltak. Én most úgy értettem, hogy akik tényleg oktatás, meg egyáltalán az elterjesztésében közreműködtek a nyelvnek, de hát itt se lehet mindenkit. Na most azt mondja itt az én egyik kedves kollégám, hogy ha valaki elkezd egy nyelvet tanulni, akkor talán miért nem tanul olyan nyelvet, amit mindenhol beszélnek, vagy olyan mondjuk nincs. Olyan nincs anyanyelvi szinten, pláne nincs, mert nem lehet anyanyelvi szinten egy nem anyanyelvűnek megtanulni. Tehát akkor miért nem egy világnyelvet, és akkor miért éppen az eszperantót? Mert hogyha elmegyünk vásárolni akárhol eszperantóul, akkor ezt nem valószínű, hogy értik, még annak ellenére sem, hogy vagy 120 országban beszélnek ezen a nyelven. Na most én erre megpróbáltam egy olyan választ adni, hogy most itt nem csak az érdekes, hogy én valakinek szólok eszperantóul, hanem amit úgy már érintett, hogy két ember, aki sehogy nem tudná megbeszélni a dolgait, akkor ezt, hogy is mondjam, közvetítő nyelvnek lehet nevezni? Lehet, hogy nem. De azért én máson kezdeném. Na kezdjük. Biztos, hogy nem emlékszik, egy régi vicc volt még a rendszerváltás környékén vagy előtt, amikor két ember beszélget az utcán, amit hozzájuk egy turista, és kérdi, hogy do you speak English? Két ember egymásra néz? Nem. Gabaríti paruszki? Nem. Sprechen Sie Deutsch?
Nem. És még elmondja, vagy három nyelven, mire egyik, a két magyar, egyiken se tud válaszolni, a turista tovább megy. Azt mondja, az egyik, nem kéne megtanulni egy idegen nyelvet, olyan cikítálni. Mire a másik magyarnak a tipikus véleménye, már miért kéne? Hát látod, hogy ő hány nyelven beszélt, mégsem boldogult semmivel. Hát ez az. Na most azért erre jön, hogy mondta, hogy világnyelv, nem tudom, hogy lehet-e boldogulni. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan nyelv, amivel egyébként mindenhol lehetne boldogulni. Aki úgy gondolja például, hogy sokáig úgy gondoltuk, hogy az orosz, ugye nagyon fogta, mindenhol használható, kiderült, hogy kevésbé. Na de akkor én is mondok egy példát, ugye az angol, mert a világnyelv, és elmegyünk az Egyesült Államokba, és Floridában a többség nem tud angolul, mert spanyolul beszélnek. Ez az egyik. De nem kell Amerikába menni, tehát aki a világnyelv jellege, eljön Magyarországra, Budapesten kívül, nem tudom én, Miskolcra elmegy egy áruházba, ott sem tud tejet venni, tehát ezt angolul. De mondhatnám ezt a spanyol tengerpartot személyes élmény alapján, hogy Valenciába senki nem beszél angolul, gyakorlatilag az utazási irodában sem. Persze. Mindenki csak spanyolul. Na szóval akkor a lényeg az, hogy az esperanto ilyen értelemben hasznos. Tanulják is, tanítják is. Igen. Lehet nyelvvizsgát tenni? Lehet. Magyarországon ugye megvan, hogy a államilag elismert nyelvvizsga szükséges a diplomához, és ezek között, a nyelvvizsgák között ott van az esperanto is. Mióta? Nem régen? 1998. Nagyon régen. Igen, na most a másik, amit így... Bocs, elnézést, 90-ben volt a törvény, és 2000 óta van esperanto. Azt fel lehet mérni, hogy Magyarországon körülbelül mennyien beszélik? Többen, mint szlovákul, tótul, ukránul vagy románul. Akkor ez már egy viszonyítási alap mindenféleképpen. Körülbelül mi 40-50 ezer főre satszoljuk a beszélőknek a számát. Reálisan évente egy 6 ezer fő tesz a Rigó utcában esperantul nyelvvizsgát. Igen. Na most ennek ugye nem minden része sikeres, tehát a nyelv, de 6 ezer, tehát a vizsgázottaknak a igen, számát. Igen, akik bejelentkeznek. De ez 15 év alatt... Ez kellően sok létszám. A másik, amikor az oktatás és a könyveket említette, szóval azt én tudom, hogy például a Toldita, János Vitézt, a Pál utcai fiúkat, vagy akár, ha jól emlékszem, Örkény egyperceseit is lefordították eszperantóra. Így van. És hogyha az ember bemegy egy könyvtárba, vagy felkeresi a szövetséget, akkor akár kölcsönként is, vagy kölcsönbe is hozzájuthat ezekhez az alkotásokhoz. Ilyen szolgáltatás is van, de van eleve a Széchenyi könyvtárról rengeteg van a országos idegen nyelvű könyvtár, aminek külön szekciója van eszperantóban, ahol egy 10 000-nyi nagyságrendben vannak eszperantó könyvek. Nyilván van az eszperantó szervezeteknek is ilyen könyvterjesztő hálózata, ahol ezeket be lehet szerezni, és van ugye az internet, ahol tényleg hát, ezer számra hozzá lehet jutni gyakran mindenhez. A külhoni eszperantó szervezetekkel tartják a kapcsolatot? Teljes mértékben. Szóval az esperantónak az a lényeg épp, hogy a határok a nemzetköziség, tehát nem csak szleng, vagy nem csak szólam az a 120 ország. Ugye az esperantónak a fő előnye, hogy gyakorlatilag mindenhol otthon vagyunk a világban. Tehát azzal, hogy mindenhol vannak partnereink, esperantul beszélők, szolgáltatások, szervezetek, kollégák, illetve magánemberként történő kapcsolattartás, az egésznek lényege a határokon, tehát a nemzetköziség. Nekem azt tetszett nagyon, amikor előkerült az a kifejezés, hogy nyelvi egyenjogúság, mert amikor az előbb említettem, arról beszéltünk, hogy világnyelv. Szóval mondjuk én egy angollal beszélek, és tökéletesen felsőfokú nyelvvizsgával mindennel rendelkezem, de úgyse fogok úgy beszélni angolul, mint akinek angol az anyanyelve. Viszont, és az az egyenjogúság gondolom azt jelenti, hogy aki eszperantóul tanul, akkor a másik is eszperantóul tanul, tehát nincs ez a bizonyos anyanyelvi, hogy úgy mondjam, korlát. Pontosan. A nyelveknél ez a probléma, és ez nem kikerülhető, tehát hogy az emberekben benne van egy pici fensőbbrendűségi érzés, vagy szemlélet, hogy az én nyelvem. Tehát, hogyha valaki akármilyen jól tanult meg angolul, hogyha egy angol anyanyelvűvel beszél, a másikban, akkor is ott van az érzés, hogy ez az én nyelvem, te hibásan tudom, soha nem tudsz olyan jól megtanulni. Igen. De a magyaroknál is ez megfigyelhető, tehát hogyha határon túli magyarokkal beszélnek az itthoniak, tehát a magyarok, tehát egy picit az a tartás. Na most az eszperantóban ez nincs. Ez mindenkinek egy tanult nyelv, tehát mindenkinek, hogy mondjam, benne van az érzés, hogy a másikkal egyenrangú vagyok. Tehát nem áll fölöttem a másik. Szóval ez egy kicsit olyan álkérdés, szóval van jövője továbbra is az eszperantó nyelvnek? Értne volna.
Az, hogy a külvilág nem tud róla, az egy más kérdés. Ugye az tény, hogy az angol tőkével, vagy amerikai tőkével nehéz fölvenni a versenyt a reklám területén. Igen, igen. De ettől, hogy nem annyira vagyunk szem előtt, az eszperantul ugyanúgy vannak könyvek, színház, szakirodalom, szakmai alkalmazás, tudományos alkalmazás, koncertek, filmek, bulik, mint bármelyik más Magyarországon nyelven. Magyarországon is. Az, hogy ez nem látszik annyira, az egy másik kérdés. Nyilván, aki tanul eszperantul, vagy megtanult eszperantul, azok számára az információ eljut. Na most a jövő szempontjából én úgy gondolom, hogy kétfajta tőke van. A anyagi jellegű tőke, meg a kapcsolati tőke. Igen. Az anyagi jellegű tőkét ugye meg lehet szerezni, lehet kapni, örökölni, hozzá lehet jutni. A személyes kapcsolati hálókat, azt nem lehet megszerezni, készen kapni, azt mindenkinek magának kell kiépíteni. Ezen a területen az eszperantó nagyságrendekkel hatékonyabb és hasznosabb, mint bármelyik nemzeti nyelv. Tehát ezzel kapcsán azt mondja, ha világon otthon akarunk lenni, akkor hogy ne volna jövője az eszperantónak? Hát, Dankon, köszönöm, sőt, Grande Dankon, nagyon köszönöm, hogy itt volt, jöjjön máskor is, és hát a lehetőségeinkhez mérten azt megígérhetem kollégáim nevében is, hogy segítünk, ahol tudunk. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert a stúdiónak. Köszönöm. Tünde, azt hiszem, hogy azért itt egy kicsit kényelmesebb ülni a hatos csatorna stúdiójában, mint körülbelül 25 méter magasról lógni egy tisú kötélen a Hősök tere fölött egy helikopterből. Eszedbe jut ez még? Igen, igen, még mindig libabőr. Nagyon nagy élmény volt, tehát ez örökre elkísér. Egyébként ez, hát emlékezhetnek rá a nézők, tavaly a Cirkuszok éjszakájának volt tulajdonképpen a bejelentkezés, igen, és az egésznek a felvezetése. Hát az egy félelmetes egy mutatvány volt, és azt hiszem, hogy világszerte azóta is emlegetik, de hát nem ez volt az első, amikor te ilyen hihetetlen dologra vállalkoztál, úgy tudom, ugye? Nem, lógtam már vitorláson, körhintán, ahova fel lehetett akasztani mindenem. De és mindig fejjel lefelé? Hát igen, igen, mert ez attól szép, tehát ez a szakma, ez úgy szép, hogy az ember fejjel lefelé látja a világot. Akkor az elsőre azt szokták mondani, hogy az elsőre mindig emlékezik az ember. Az első fejjel lefelé lógásod mikor volt? Hát az első fejjel lefelé lógásom szerintem körülbelül ilyen 4 éves koromban. Amikor édesapád így tartott, mi? Nem, korláton lógtam már a Vasasport Egyesületbe, úgyhogy imádtam. Én imádtam, én mindig az extrém helyzeteket szerettem, már akkor is. Igen, hát azért is ülünk itt. Na, szóval visszatérve erre a hosszú kötélre és a helikopterre, amikor ez megtörtént, és hát mi is mutattunk ebből, itt a televízióban, akkor az első kérdés, most már megbocsáss, de nem az volt, hogy ez a csaj miért lógott, hanem hogy bírja a kötél? Miből van ez a kötél? Hát ez egy speciális anyag, egy ilyen kicsit elasztikus, és egy ilyen dupla szövésű erős anyag, ami ugye nem szakad le, tehát ez egy picit nyúlik, vagy ha megpattan, akkor ugye megszalad az anyag, aha, de nem tud leszakadni. Ezek az anyagok, ezek ilyen 350 kilót bírnak, de ugye van mindenféle ilyen speciális eszköz, amivel ugye fel van rögzítve, tehát ezek a hevederek, ilyen ipari alpinista hevederek, emberre bevizsgált dolgok, tehát abszolút túl volt biztosítva. De fém nem hiszem, hogy van benne, mert az nem rugalmas. Nem, nem, hát a fém az azért volt ennél az esetnél itt a helikopteren, hogy ne szívja fel ugye a helikopternek a rotorja a tisút, de egyébként ja, tényleg, nem szokott. Hallik, ez igen, merevít. Igen, aha, igen. Úgyhogy egyébként nem szokott, tehát hogyha egy zárt helyen vagy rendezvényen lépünk fel vele, soha nincs benne semmilyen fém. Most én azért is hoztam ezt szóba, mert a tisúnak annyi jelentése van beleértve még az ápiszban a papírt is, hogy akkor ezt most is tisztáztuk. Egyfelől, másfelől pedig azért, mert a légtorna világbajnokságon, ami itt a fővárosi nagycirkuszban lesz, méghozzá március 6-án, ha jól tudom, ez vasárnap, ott az egyik műfaj éppen az, hogy tisú. Na most, hát a fővárosi nagycirkuszban nem tudom, milyen magas, ott hát a poront fölötti rész. 12 méter lesz, hát ami szabad. Hol van az tőled? Hát az 25. Na, tehát akkor ez az egyik műfaj. Itt mit kell bemutatni? Most azon kívül, hogy lógunk rajta. Hát 4 kategóriában fogják összemérni a tudásukat a versenyzők. Lesz női egyéni gyakorlat, férfi egyéni gyakorlat, szinkron, ami azt jelenti, hogy 2, 4 vagy 5 tisús egyszerre fog teljesen szinkronban dolgozni, vagy pedig páros, amikor egy tisún két versenyző, tehát egymást letartják, és különböző dolgok
dolgokat mutatnak be. Ugye, egy tisú négyen is? Nem, egy tisú maximum kettő, ez tehát azért páros. És ugye ezekben a kategóriákban fognak indulni, lesz junior korosztály is, tehát ugyanez a négy kategória lesz junioroknak is, egészen 9 éves kortól, úgyhogy elég érdekes lesz, és hát nagyon-nagyon látványos, mert hiszen ez egy baromi látványos műfaj. Nem is lehet, hogy nem figyeltem meg régé, de vegyes páros is van, vagy csak van. Férfi és női páros? Nem, van vegyes páros, vegyes páros is. Igen. És olyan vegyes páros is van, ahol nem egy nemzet fiai vagy lányai az illetők, hanem mondjuk az egyik német, a másik magyar? Nem. Nemzetközi páros nincs? Nemzetközi páros nincs. Ugye a nevezők, a versenyzők között ugye jönnek külföldről is, Mexikóból, Ukrajnából, Szlovákiából, tehát sokan jönnek, nem csak magyarok, nyilván ezért is ugye világbajnokság, de ugye minden kategóriában az országot képviselő versenyző, értem. Tehát nincsenek vegyesen a versenyzők. Nem csak a teniszről jutott eszembe, hogy az országot képviseljük, de hát ott van mindenféle náció. Na tehát akkor van-e a tornában például, mert az, hogy artista is vagy, az egy dolog, de a tornában például vannak bizonyos, hogy mondjam, figuráknak elnevezései, általában azokról, akik kitalálták, mit tudom én, Kacsov, meg nem tudom, ilyen szaltó, olyan szaltó, meg hát csak a magyar vándor, ezeket mondhatnám. Például itt is vannak ilyen elnevezések? Vannak, például. Igen, vannak kötelező elemek is, van olyan, hogy dugóhúzó, bomba, nagy leforgás, kis leforgás, ezeket tudják ugye a versenyzők. Itt külön emberekről nincs elnevezve, itt inkább úgy mondom, hogy bizonyos helyzetekről vannak elnevezve a gyakorlatok. Tehát, hogy hanyatdőlés, hátrazuhanás, ugye az angyal szaltó, mikor olyan a tisú, hogy hátul, mint egy szárny, ugye úgy működik. Igen. Tehát itt inkább az elemekről, illetve a látványokról van elnevezve egy trükksor, és vannak, igen. És ez tulajdonképpen világbajnokság, tehát akkor nyilvánvalóan pontozás van, zsűri van, majd mindjárt erre kitérünk, de most a műkorcsolja jutott eszembe. Van kötelező és szabadon választott? Van kötelező, igen, és ezt nyilván úgy lehet összeállítani, hogy bizonyos kötelező elemeknek benne kell lenni, de azon felül szabadon választott, tehát nem minden versenyző ugyanazt a gyakorlatot fogja bemutatni, hanem bizonyos kötelező elemeket kell, hogy mutassanak, de maga a gyakorlat a szabadon választott. Még egy, hogy más sportágakból vegyek példát, most akár a tornát mondom, akár a műkorcsolyát, vagy ilyen pontozásos sportágokat. Különféle nehézségi fokai is vannak itt a gyakorlatoknak, mert akkor az a pontszámot nyilván befolyásolja. Így van, ABCD elemek vannak, ugye ez van megadva, hogy hány B, hány D elemnek kell benne lenni, viszont minden gyakorlat 10 pontról indul, tehát 10 pontos pontozás van, ezt még annó, mikor az első bajnokságot rendeztem, akkor Magyar Zolival ültünk le, és beszéltük meg, hogy aki ugye az esemény fővédnöke volt akkor is, és most is, ő mondta nekem azt, hogy ez egy egyszerűbb dolog, hogyha kicsit átvesszük a tornából ezt a 10 pontos rendszert, és kidolgoztam ugye ennek a pontozását, és ugye csak levonások vannak, tehát minden gyakorlat 10 pontból indul, és levonások vannak időtúllépésért, hajlított lábér, elrontott spiccér, és ugye nyilván pont ezért is van az, hogy a zsűri az egy nagyon kemény zsűri. Hiszen a tornából ugye Berki Krisztián. De van külföldi is. Van külföldi is, Oksana, aki egy nagyon-nagyon híres karika légtornász, Tisun is zseniális, ő a Cirque du Soleil-nál is volt, és ugye külföldön dolgozik. Tehát pontosan ezért állítottam egy olyan zsűrit össze, akik abszolút a legjobbakat fogják kiválasztani. Na most, hát te nyilvánvalóan érted, és a közönség, a néző kedvéért mondom, hogy nem véletlenül ütnek el szembe nekem más sportágak is, már csak a könnyebb érthetőség miatt. És ugye mondtam a teniszt, mondtam a tornát, most viszont eszembe jutott a műugrás. Arról, amit mondtál, hogy a spitz, vagy a behajlított láb, meg ilyenek, akkor ezek tulajdonképpen mind, amiből le lehet vonni, és ami a szép tartás. És így minden. Van, így van. Tehát ugye a pontrendszer is úgy van kitalálva, hogy lesz egy kivitelpont, ami a kivitelezésre van. Kivitel. Így van, tartalom és kivitel. És ugye az előadásmód az, hogy mosolyog, hogy ez könnyeden van. És mind a szinkronúszó lányok. Így van. Hogy még egyet mondjak. Igen, hát ugye ezek attól látványsportok, hiszen ugye ez egy látványsport. Igen. És ugye anno az akkori sportminiszterünk, Czerny Attila, ugye nyilvánította a sportát 2011-ben, és ennek megfelelően, mivel ez egy látványsport, így igyekszünk a leglátványosabban a közönségnek is ugye
gyakorlatsorokat összeállítani. Még egyet mondtál, például az idő túllépés. Na most megint csak, hogyha össze akarnám hasonlítani valamivel, akkor például a műkorcsolyában is megvan, hogy milyen hosszú lehet az a gyakorlat. Van a rövid program, van a hosszú program, és nyilvánvalóan, hogyha egy kür, mit tudom én, 3-4 perc van, nem korcsolyázhatott valaki 40 percet, de másfelet se. Tehát itt az idő az hogy van? Itt úgy van, hogy 3:50, vagy maximum 4 perc, 10 másodpercig tarthat egy gyakorlat. Hogyha ez az idő ugye túllépi valaki, tehát vagy kevesebb ideig van fent, vagy túllépi az időt, már is egy pontot levon a zsűri, és ugye az egy komoly, komoly pontvesztés mindjárt az elején, ha csak egy másodperccel is túllépi ezt az időt. Ugye olyan szabályok vannak, ha megfogja a tisút, akkor nem lehet az, hogy lejön közben lent, még csinál egy-két dolgot, és visszamászik, hanem ahogy megfogta a tisút, ott indul a zene föl, és 4 percig bizony fent kell lenni. Még egy dolog, zene? Azt szabadon választott. Mindenki olyan zenére csinálhatja a koreográfiáját, amire szeretné, vagy ami inspirálja. Még az jutott még eszembe, hogy akik itt ezen a légtorna VB-n indulnak, most a szó jó értelmében kérdezem, mit tudnak még? Szóval most arra gondolok, hogy ez egy csodálatosan veszélyes és félelmetes dolog, de előfordul-e, hogy valaki, mit tudom, mi légtorna VB-n indul, és ugyanakkor, mikor nincs VB, akkor a cirkuszban éppen ott van a trapézon, és azt mondjuk, hogy szaltomortál-e, vagy nem tudom. Igen, igen, hát főleg most juniorban lesz egy fiú, aki indul a légtornász bajnokságon, remek tisus, tehát nagyon iszonyatosan tényleg magas színvonalon űzi, és ugyanakkor egy kézenálló számot csinál a földön, és abban is zseniális. Tehát ő egy ilyen abszolút multitalentum, de aki tisún elindul, ugye az elindulhat karikán is, mert lesz utána közvetlenül egy karika bajnokság is. Na, ez az, amit akartam mondani, a másik része. Igen, ez lesz a másik része, tehát pontosan azért lesz egy nagy légtorna nap aznap, hiszen a közönség reggel 11-től egészen este 6-ig, majd 6 óra után a gála műsorral, ugye egy teljes légtornász napot fog átélni, aki ott lesz velünk. Na, hát akkor, hogy még egy sportág jusson eszembe, a ritmikus gimnasztika és a karika. Na most azt el tudja mindenki képzelni, hogy a földön mit csinálnak a karikával, igen, de hát mondjuk a kötélen vagy a légben, ott nem lehet hula-hoppozni. Nem. Főleg nem, mert ez egy vaskarika. Hát ez kicsit nehezebben dobálnak. Nem, ez úgy néz ki, hogy fel van függesztve, és akkor ezt forog körbe, és a karikában, illetve azon lógva fogják a versenyzők bemutatni a gyakorlatot. Itt is ugyanaz a szabály, hogy aki ugye egyszer felment, maximum 15 másodperc egyetlen egyszer jöhet le behajtani a karikát, de nincsenek ilyen földön lévő koreográfiák. Így van, ez egy nagyon kemény eszköz különben. Tehát azt, amit lát a közönség, hogy ezt mosolyogva csináljuk, hát ez igencsak kék-zöld foltok tömkelege, mire odáig eljut az ember vagy a versenyző. Na most itt a karika bajnokságon ez egy 9 éves kislány, aki zseniális, tehát én már láttam így azért a gyakorlatokat, amiket átküldtek nevezők, és tényleg tehát nagyon-nagyon-nagyon színvonalos lesz az egész. Azt mondtad, hogy kék-zöld foltok lesznek, például azt meghatározza a bizottság vagy a zsűri, hogy milyen színű lehet a karika? Vagy a kötél? Nem, az teljesen szabadon választott. És vannak színesek? Van. Hát eleve ugye, mivel Magyarországon rendezzük, piros-fehér-zöld tisú mindenképp, tehát ugye ez már hozzátartozik az én általam rendezett bajnokságokhoz. A karika pedig ugyanúgy, ugye van, aki rózsaszínre tekeri be, van, aki feketére, fehérre, tehát ez abszolút ahhoz, úgy mondom, hogy a kürhöz milyen szín illik. És ugye, rúttáncos lányokat már láttam nagyon sokat, rúttáncos fiúkat mondjuk kevesebbet. De most itt a tisztún, mi a jellemzőbb? Többen vannak, vagy kevesebben, vagy egyformán hölgyek, urak? Kevesebb a fiú. Kevesebb a fiú. Igen, van fiú. Ugye egyéni férfi kategória is, de jóval kevesebb, mint amennyi hölgy fog indulni. De hát ez szerintem azért is van, mert a fiúk azért később csatlakoztak ehhez a sporthoz. Ugye a hölgyek azok sokkal szabadabban csinálják, a fiúkban mindig van egy kis tartás, hogy ugyan én ezt akarom. Hát nem, de mindig a csipendélekben nincs. Jó, hát bennük nincs, de ők meg nem biztos, hogy olyan erőlléttel rendelkeznek, hogy ezt biztos tudják. Úgyhogy igen, kevesebb fiú van, de akik meg ott vannak, azok nagyon-nagyon ügyesek és tehetségesek. Én az előbb, mikor kérdeztem azt, hogy mikor lógtál először fejjel lefelé, 4 éves korodban, akkor persze már a fejemben megfordult a vége felé a másik kérdés, miután te tanítasz is, hát nem véletlenül. Igen. Akkor most mikor lógtál utoljára fejjel lefelé? Tegnap.
Tegnap. Hát akkor kérem szépen, igen, az igen. Hiszem, hát hogy szerintem még ez kilen... egy állapot, egy életforma. Igen, abszolút. Tehát én abszolút az anyagon élek, ezt így lehet mondani. Uh-huh. És igen, hát szerintem ezt addig tudja az ember csinálni, ameddig csak szívelel hát kell, teste bírja. És akkor azt mondják, hogy persze, hogy a sport és az egészséges életmód, stb. Rendben van. De az, hogy valaki húzamosabb ideig feje lefelé lóg, és nem megy bele a vér a fejébe, vagy szóval elképzeleted, azt hiszem a nézők nevében is mondhatom, hogy hát mondjuk föllógatják az embert néhány percre, akkor azt mondom, hagyján. Na de hát ebben a sportágban, a légtornában, meg ami most van, hát én nem hiszem, hogy például nem a gyakorlatnál, tehát a bemutatón, uh-huh. hanem az edzéseken, hát gondolom tovább is lógnak ott. Hát igen. Tehát, ami... S van ott orvosi ügyelet? Jó, hát azért nem. Ezt nem úgy kell képzelni, hogy én kikötöm a tanítványokat délután, és este 8-kor leszedem őket. Nem, hanem ugye ezt, ahogy csinálják, ugye fejjel lefele vannak, feljönnek, tehát ez akkor... nem egyfolytában fejjel lefele lógással történik, és ugye nyilván ez a felle mozgás viszont erősíti az ereket az agyban, tehát sokkal jobb a keringése és a közérzete ezeknek a srácoknak, akik ezt csinálják, vagy idősebb hölgyeknek is, mert olyan is. Hát, hogy mennyire népszerű egy sportág, azt abból is leszokták mérni, hogy körülbelül hányan űzik abban az országban. Most nem mint szabadidősport, hanem versenyszerűen, mert hát nyilván itt is van klub, és nyilvánvalóan profik is vannak. Igen. Szóval körülbelül, hát annyi légtornász, vagy itt a VB-n induló nyilván nincs, mint amennyi rossz NB 20. ragú focista, de körülbelül Magyarországon ez mennyire népszerű? Elég népszerű, tehát ez is volt a célom 15 éve, amikor elkezdtem népszerűsíteni. Hát ugye akkor is egy ilyen 5-6 éven belül rengetegen kezdték el csinálni, de az utóbbi 3-4 évben azt mondom, hogy most már országszerte is ugye kimondottan légtorna klubok vannak. Van igen, 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 onnan is fognak ugye jönni, illetve már neveztek is, mert ugye 12-ig lehet leadni a nevezést. Igen, tehát ez most már egy országosan elterjedt sport lett. Ugye nyilván van, ahol kisebb belmagassággal bír a terem, mert van, ahol csak 4 méteres a terem, ott ugye az olyan trükköket tudják csinálni, hogy spárga, tehát amikhez nem ilyen nagy leforgás, illetve nagy beltér szükséges, de csinálják nagyon-nagyon sokan. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágosítottad, hogy egyáltalán milyen is lesz ez a légtorna világbajnokság, tehát március 6-án vasárnap a Fővárosi Nagy Cirkuszban, ott lehet nyilván jegyet venni. Igen. Hát akkor, miután említetted a gyerekeket is, azt hiszem, hogy tényleg ez családi program lehet, hogy a 9-10 éves gyerek nem csak a bohócokat szereti nézni, hanem nyilván ezt is. Sok sikert, és utána én megígérem, hogy azért még valahogy visszatérünk rá, mert ez tényleg egy nem mindennapi esemény. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Écska, hogy itt vagy. Nagyon sok cuccot hoztál, azt látom. Itt az asztalnál két nagyon kedves figura van, majd mindjárt arra is sort kerítünk, hogy miért, és akit így, mint egy gyereket ölelsz a kezedben, ő kicsoda? Hát ő a Kis Feró, őt még nem olyan régen készítettem. Pont egy műsorban szerepeltem, ahol Nagy Feró volt a konferencié, illetve műsorvezető, úgyhogy gondoltam, hogy akkor mivel felmerült, hogy készítsek egy bábot ott a műsor kapcsán, ezért készítettem egy Kis Ferót. Ez nagyon jó. Hát akkor egyébként látjuk is közeliben, most megmondom őszintén, hogy hasonlít is a Kis Feró Nagy Feróra, mint hogyha csak leszármazottja lenne mindenféleképpen. Na most ezt a bábot ki is kellett találni, és nyilvánvalóan, hogy te tervezted. Hát igen. Hogy készült? Annyit még gyorsan mondjál el, mert nem mindegy, hogy egy bábnak miből van a feje, hogy kasírozzák, vagy pedig éppen egy fakanálnak a fejére húznak valamit. Hát egy nagyon egyszerű technikával készült kis báb, egyébként tehát egy hungarocell gömb az, amit itt látsz. Ebben nyilván látszik, hogy itt beleragasztottam tulajdonképpen egy ilyen fa, ilyen mozgató pálcát, és egyébként itt a feje tetején valamennyire lehet is látni, tehát gipszes gézzel van bevonva az ő feje. Ugye ilyen nem tudom, a kórházakban használnak, hogyha ugye az ember pórójára is éppen be kell gipszelni. De hát szerintem van jobb helye is, úgyhogy inkább ne törjük össze magunkat, akinek ilyen szándéka van, az nekem adja inkább azt a gipszet, és majd kezdek vele valamit. Na, bábozunk még, mert nyilván szerettél már gyerekkorodban is bábozni, de itt a kedves nézők lehet, hogy nem tudják hova tenni most hirtelen nyilván a Kis Ferót, meg a többit, mert az előbb láttak egy nagyszerű felvételt, ahol énekeltél. Na most akkor tulajdonképpen, mint játékoskedvű örökké gyerek, aki úgy nézi a világot, mint hogyha Aliszka Csodaországban lenne, akkor ez az éneklés, és a bábozás, és a bábkészítés gondolom szépen megfér egymás mellett. Mióta énekelsz? Hát énekelni gyakorlatilag én Kőbányai Zenei Stúdióban kezdtem el, ahol már előtte kacsingottam az éneklés felé, és egy picikét tanulgattam én a Borbás Józsa Éva nevezetű énekesnőtől, akinek egyébként ezúttal is nagyon köszönöm, mert nála ő alapozta meg tulajdonképpen az ének tudásomat, de 2011-ben, amikor engem felvettek Kőbányára a Zenei Stúdióba, ott kezdtem el én aktívan igazából zenét tanulni. Na jó, de hát az ahhoz egyrészt tehetségesnek is kell lenni, másrészt kell valamiféle elhivatottság, hogy rádöbbenj arra, hogy akkor én most zenét tanulok és énekelek. Hát én ugyanúgy kezdtem, mint mindenki más a fürdőszobában, ahol először rettentő hamisan szólt az, amit gyakorlatilag... De hallottad, hogy hamis, úgyhogy akkor hallottam, nincs baj. Hallottam, igen. Tehát egyébként ez egy borzasztó dolog, amikor az ember hallja, hogy milyen rossz az, amit csinál, és pontosan hallja. És hát ezért zenész családból jövök, úgyhogy... Édesapád nagyszerű zenész volt, azt tudom. Igen, szóval a zenész családból össze, akkor megvolt ez a fajta indítatás is. Na most a bábkészítéshez és a bábtervezéshez, és ezt is megmutatjuk, mert ugye azt is mondtam, hogy képzőművész, és a rajzoláshoz, festéshez is sok minden kell, de például azt a haj nem, ami ékesíti homlokot fölött a fejedet, és azt hiszem, hogy ez nem paróka, hanem igazi, ugye? Hát itt van középen a rasztám egyébként benne. Igen. Itt is gyakorlatilag ugye az látszik. Illetve van egy ilyen saját készítésű hajgumi most éppen itt a frizőremben. Ezeket előszeretettel gyártom, úgyhogy komoly készlet van már otthon. Én azt hallottam, hogy mindig megkérdezik, nem csak tőled, hanem egyáltalán, most beszélhetünk itt Ladány Beréről is, vagy más zenekarokról is, hogy egyáltalán, tényleg nem akarom elhülyeskedni a dolgot, hogy ezt hogy lehet tisztán tartani, hogy lehet mosni, és akkor elmondják, hogy öntisztul a fejbőr, meg ilyenek. Na most ja, mi igen, az igazság? Na hát ez az öntisztulás, ez létező dolog, csak az mást jelent, mint amit az emberek gondolnak róla, így reflexből. Tehát ugye az öntisztulásra nagyon sok ember azt gondolja, hogy egy ilyen frizurát nem kell mosni, mert hát az magától majd úgy öntisztul, ugye. Na most ugye ez nem azt jelenti, tehát az öntisztulásnak a folyamata az egyszerűen arról szól, hogy ugye, hogyha nyilván kevésbé zsírosodik a raszt a haj, mivel hogy ugye nem történik meg az a folyamat, amikor is az ember a fésűvel ezt a fejbőr által termelt kis fagyú réteget, ami ugye egy mechanikai védő réteg, ezt itt széthúzza a haján, ettől ugye nem zsírosodik, nem kell olyan gyakran mosni. Ettől a szervezet sem érzi úgy, hogy neki ezt ilyen extra energiákat befektetve folyamatosan újra kell termelni. Tehát ezt jelenti az öntisztulás folyamat, hogy nem zsírosodik a fejbőr annyira. De hát azért a por ugyanúgy rászáll nyilván az ember hajára, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kell mosni. Azt csiripelték a verebek. Én szerintem kell. Ajánlott. Azt csiripelték a verebek, hogy egyszer a buszmegállóban, amikor esett az eső, akkor egy néni megkérdezte, hogy mikor mosod, és erre te viccesen azt mondtad, hogy hát így, amikor esik az eső. Igen. Egyszerűbb volt megmagyarázni, mint itt az öntisztulást. Mondtam neki, hogy tetszik tudni, hogy amikor így esik az eső, akkor észre tetszett már ezt venni, hogy ilyenkor ezek a rasztahajú emberek így kiállnak így, ilyen minden indoklás nélkül csak úgy kiállnak így az esőbe. Hát
ez a tip dolog. Na most visszatérünk persze a zenére mindenféleképpen, mert az, hogy csodálatosan énekelsz, az azt is feltételezi, már csak a stílusból is, mert sok minden énekelsz, és sokféleképpen, de valahogy, mintha a blues, és ezt direkt megnéztem, meg utána hallgattam, hogy Aretha Franklin, meg szegény már nem él B.B. King, meg Janis Joplin, hát azok nagyon dögösek, és mondhatom azt, hogy valamiféleképpen példaképnek is tartod őket, vagy tanultál abszolút, tőlük? Abszolút. Hát igyekszem tanulni tőlük, ki, de természetesen, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően mindegyiküket azért tartom példaképnek, és hát nem csak őket, hanem azért még sorolhatnánk azokat a zenészeket, akiket így tudnék említeni. Mert azt gondolom, hogy egy olyan energia az, amit ők megmozgatnak a színpadon, ami valahol a lényege az én számomra a muzsikálásnak. Tehát én azt szeretem, amikor egy előadó úgy van ott a színpadon, hogy egy percig nem jut eszembe az, hogy most félgőzzel énekel, mert biztos lesz ma még két másik koncertje is, és tartalékol. Vagy jó, hát most úgy elénekli ezt a szöveget, elénekli ezt a dalt, hanem azt látom, hogy ő maximálisan ott és akkor abban a szituációban benne van, és egy ilyen teljes ilyen energiabombaként jön ki belőle az a dal, az a muzsika, és mindegy, hogy ez most egy gyors, pörgős, alapvetően energikus dal, hanem lehet akár egy lassú blues is, ahol egyszerűen egy feszültség van benne, egy pontos, feszített tempó, akár szünetek. Tehát hogy szerintem van egy ilyen típusú színpadi jelenlét, amit például az általad említett művészek is tudnak. Na is. Most ez azért jutott eszembe, mert azt hiszem, de ezt Hobó is mondta, meg mások is mondták, hogy a bluesra meg kell érni, szóval azért azt nem lehet, hogy a 18 éves lány bluest énekel, mert az akkor az nem olyan. Na most ezt azért mondom, mert te meg valami olyasmit mondtál, valahol nyilatkoztat, hogy a blues nem öregszik, csak meg kell találnod magad benne. Na most én ezt azért hoztam szóba, mert nem mondhatnám azt, hogy eléggé vén vagy. Szóval ebben a hamvas fiatalkorban érzed azt, hogy érett vagy mondjuk egy bluesra, vagy egy ilyenre, mint ha már az előbb említetteket mondtam? Ez egy nehéz kérdés, igen. Azért tettem föl. Köszönöm. Hát erre nekünk egyébként még a Kőbányi Zenei Stúdióban engem tanított hála az égnek Tóth János Rudolf, és ő mondta mindig azt, hogy egy alapvetően a blues zene az attól lesz blues, hogy az ember a saját élményét, a saját fájdalmát énekli meg. Tehát, hogyha én most megtanulok egy B.B. King blues-t, és eléneklem, akkor az egy B.B. King blues marad, akkor egy B.B. King dalt megtanultam, de az nem lesz igazán blues, mert nem a sajátom, mert csak megtanultam valaki másik. Igen. Én azt gondolom, hogy egyébként kortól függetlenül mindenkinek meg lehetnek a saját témái. Pláne a szerez is. Nyilván. Már zenét. És nyilván, hogy ugye haladnak az évek, telnek múlnak, tehát nyilván egyre több olyan élmény lehetett sajnos egyébként ugye az ember életében, amiből már egy ilyen blues muzsika táplálkozhat. Én nem állítanám azt magamról, hogy én egy blues zenész vagyok. Vannak olyan dalaim, ötleteim, amik a blues világában mozognak, és ahol én is igyekszem őszintén a saját kísérletemből vett élményeket megénekelni, de nem is állítanám azt magamról, én is azt gondolom, hogy ahhoz azért be kell érni. Aha, na most én itt a műsor elején azt mondtam, hogy aki álmában is hiperaktív, szóval azt hiszem most azért is nem hoztam előbb szóval, mert nyilvánvalóan a nézők is észrevették, hogy a szó legjobb értelmében csaponganak a gondolataid, és akármiről beszélünk, rögtön ott vagy. Na most ez az álmában két dolog miatt jutott eszembe. Egyik, hogy mikor van időd aludni, mert azért ez meglehetősen sok elfoglaltságot jelent. Hát alapvetően induljunk ki abból, hogy elég kevés óra alvás elég meg, nekem. Hogy hiperaktív. Nem, de hogy igazából ezért ennyi önkritikám meg önismeretem van, mert tudom magamról. Elég kevés órányi alvással beérem, az az igazság, tehát húzamos ideig tudok működni mondjuk ilyen napi 4-5 óra alvással. Ez mondjuk szerencsés, azt gondolom az én esetemben. Hát akkor nyilván, persze. De hát alapvetően tényleg mondjuk rengeteg mindent csinálok, rengeteg minden érdekel. Hát pöröksz egyfolytában ezek szerint. Viszont ez a sok minden, ami érdekel, ez rám úgy hat, mint szerintem másra a koffein, hogy hajnal 3-kor még lazán képes vagyok nekiállni bábot készíteni, mert éppen annyira mozgat az a dolog, hogy mit tudok kihozni abból a figurából. Hogy most azonnal. Tehát azt most akkor meg kell csinálni. Tehát nem, na most én említettem itt az elején sok mindent, hogy mi mindennel foglalkozol. Az hogy jutott eszedbe, hogy elmenjél barlangászni barlangokba? Hát ez csak úgy jutott eszembe. Jó.
Volt nekem egy kedvesem, aki dolgozott a Dunai-Poly Nemzeti Parknál, barlangi túrákat vitt, és én oda följárkeltem hozzá mindig. Hát mentem elé, megvártam ott a munkahelyen, és közben a gyerekekkel nagyon összebarátkoztam, meg sokszor lementem én is a túrára, úgy már megismertem a barlangot, és aztán föltűnt ott a főnök asszonynak, hogy én olyan elég jól kijövök a gyerkőcökkel, és akkor mondta, hogy nem akarok én esetleg én is vinni ilyen gyerekcsoportokat. És aztán ez így kialakult, hogy elkezdtem gyerekcsoportokat először csak ilyen kiépített szakaszon vinni, túrázni, megnézni ott a különböző képződményeket. Uh-huh. Aztán utána rájöttem, hogy azért az izgalmasabb, hogyha az ember ott mégis egy kicsit a kötéltechnikát megtanulja, azért csak elmenni a barlangba, mászni már, kicsit ott vigéckedni, erőködni, a falon húzni magát, szóval ez is egy jó játék. Ahogy látom, nem féltél. Így belefolytam. Akkor azt is élvezted, mint a többit. Hát én világéltem, én kiskoromban is egy ilyen fáramászó gyerek voltam, úgyhogy így idősebb korban a barlangázás az elég jó találat voltam. A másik, amit szóba akartam hozni, itt a sok minden elfoglaltságod és művészi teljesítményeid mellett, hogy azt még nem mondtam, hogy ha most egy stylist ülne itt, akkor biztos ő is rád kérdezne. Ugye itt van ez a lila arisnya, és ott vannak a fülbevalók hasonló színben. Netán a fülbevalókat is te csináltad? Azt nem, de például a ruhámat azt igen. Tehát, hát hogyha, az igen. Ha egyébként megnézed ezt a rajzot. Igen, ezt megnézzük. És egy picit ráesel ide a ruhámra, igen. Akkor ez konkrétan ebből a rajzból készült ez a ruha, ez egy ilyen kísérleti darab most, de... Aha, most már így látjuk is, igen. Pont a közepén lévő figura van itt. Nem te vartad. Melyik hasonlom? Azt nem, de egyébként meg is varrom magamnak, hogyha arról van szó, de a téli kabátomat például én vartam. Na most azt nem tudjuk megmutatni, hogy varsz téli kabátot, de azt viszont igen, hogy mondjuk... Gyönyörűek ezek a bábok, kis Ferót láttuk, de akkor ott van ez a súlyemelő, ahogyha jól látom. Igen. Azért mutasd meg, hogy emeli föl ez a súlyt. Itt vagyunk csak. Igen, azt látjuk is, aztán jó, akkor hát egy kicsit itt. Aha. Hát igen, ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis szerkezetű marionett. Uh-huh. De a marionett az az egyik legnehezebb bárműfaj, szóval azért. Hát igen, ez a legkis egyszerűbb szerkezetű. Uh-huh. Most van terve, hogy fogok egy kicsit bonyolultabbakat csinálni, tehát már egy pár alkalommal volt. Két koncert között. Hozzá. Igen, így két koncert Na most között. Azért én is megpróbálkozom ezzel a másikkal egy kicsit, de azt hiszem, hogy ezt most itt azért félre tesszük. Uh-huh. Jaj, de jó. Igen, mikor lépsz föl legközelebb? Ja. Várj, egyet nem kérdeztem még. Az, hogy szólóének, de hát kell mögé, de azért egy zenekar is. Bizony, és hát van is egy kiváló, igen. A Soul Breakers nevű banda. Uh-huh. Velük hát azt tudnám mondani, most meg kellett nemrég határozzuk, hogy milyen zenét játszunk. Mi azt mondtuk, hogy heavy soul. Ami tudom, hogy ilyen még nincsen, de most már van, mert mi ilyen zenét játszunk, úgyhogy reméljük, hogy így létjogosultságot nyert. Miért olyan sincs a Nagy Feróról jut eszembe, hogy amikor a Velencei tó mellett vannak ezek a popkoncertek, akkor nyáron olyan sincs, hogy strandmetál, pedig mégis azt játszottak. Na hát ez az. Úgyhogy van, heavy soul. Uh-huh. Úgyhogy van ez a zenekar, működik, tavaly októberben kijött az első lemezünk, Beat Up címmel, uh-huh. Most már ilyen is van. Beat Up, Beat vagy ível? Beat. Beat, szóval akkor nem ütjük, hanem akkor nem be vagyunk vele. Állandó tagok? Állandó tagok vannak, Ratkóczi Huba, ő basszusgitáron, Péter Gábor gitáron, uh-huh. Mózes Zoltán dobon, és Radovics László Kirill pedig. És te pedig a főnök, aki irányítja a fiúkat, nem? Hát mondjuk inkább tyúkanyónak. Van a zenekarunknak egy csodálatos, tulajdonképpen nem azt szoktuk mondani, hogy menedzser, inkább apukája, ő Németh Gábor. Igen. És akkor azt szoktuk mondani, hogy hát, ha ő az apukája, akkor jobb ilyen így egyetlen lányként, akkor én valami anyuka féle vagyok, vagy pótmama, nem tudom, de azért így elegyengetjük így. Écska, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, annyit még, hogy az Écska név, az ugye egy ős magyar név, hogy Écska. Ez így van. És ezt nem biztos, hogy gyerekkorodban te találtad ki. Ez úgy nézett ki ez az Écska név, hogy hát nálunk a családban gyakorlatilag mindenkinek, hát anyukám is Éva, nagymamám is Éva, ugye én is alapvetően Pleszkán Éva néven születtem, tehát ugye december 24-én van a névnap. És hát édesanyám ehhez december 23-án bírt születni. Én meg egy olyan általános iskolába jártam, ahol az volt a díli az összes gyereknek, hogy névnapi bulikat tartunk. Igen. Na most a születésnapom az a vakáció első napján van, tehát hogy nekem ilyen bulit tartani a gyerekeknek, ez lehetetlen volt. És akkor jött egy ilyen ötlet, hogy na hát akkor találjunk egy olyan nevet, ami mégis ilyen ébetűs
is egyből nincsen, és tartsuk egy másik napon. És akkor ez az écska, ez úgy megtetszett, és elkezdtek engem így becézni. Na hát akkor érthető. Aztán persze kiderült, hogy december 22 a névnapja, úgyhogy végül is mindegy, de hát aztán végül is így, mivel annyira megszoktam, hogy elkezdtem hivatalos papírokon reflexből écskaként aláírni, ezért úgy döntöttem, hogy fölveszem hivatalosan, úgyhogy most már a Pleszkán Éva écskát használom. Jó, hát écska, én őszinte szívvel a nézők nevében is azt kívánom, hogy még sok-sok évig pörögjél legalább ennyire, és legyél ennyire hiperaktív, mert akkor annál több alkotás kerül ki a kezed közül, meg a torkodon át is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, de ha már eszperantóul kezdtük, úgy is köszönöm meg, hogy köszönöm, Dankon. Legközelebb egy hét múlva ismét találkozunk a szokott időben, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.